Donald Trump nem indít külföldi háborút, az America First jegyében visszavonul a világban, felmond szerződéseket, nem lép be egyezményekbe, és egyáltalán az Egyesült Államok belrendjére igyekszik fókuszálni, aztán Joe Biden elnöksége alatt, ezt nem kell mondani, ez most már nem így van. Ebből a szempontból az, hogy a Donald Trump visszavonul a világból, ez egy 100 éve nem látott, én szerintem üdítő praxist jelent, ami persze azt is jelenti, hogy a globalizáció amerikai dialektusát, a globalizációnak az amerikai típusú megvalósítását is elhagyja Trump. Ez meg nem csak az amerikai egyesült, hanem a világ egésze számára jelentős esemény. Utána mi következik? Kivonul 20 év után az Egyesült Államok Afganisztánba 2021. augusztusában, csapott papotot hagyva, mindannyian emlékeznek talán, hogy a Dél-Vietnám elhagyásához hasonló jelenetek az amerikai nagykövetség tetejénről az embereket helikopterrel kimentő operációk, és ennél még szörnyűbb jelenetek is lezajlanak. Ez azért azt jelentette, miután már Irakot otthagyták, Szíriával nem foglalkoztak, legalábbis nem olyan látványosan, Líbiát sikerült tönkretenni, stb., hogy az Egyesült Államok geopolitikai visszahúzódása megkezdődött. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Originals, és mai vendégünk Békés Márton történész, politológus, a 21. századi intézet igazgatója, a Terrorháza kutatási igazgatója és a Kommentár főszerkesztője. Nagyon köszönöm, hogy itt van. Én köszönöm, hogy jöhettem és meghívtál. És ez a legutóbbi titulushoz szeretnék először is kapcsolódni, mert most már lassan 20 éve jelenik meg a Kommentár egy negyedéves folyóirat, amivel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy ahogy én fölnőttem, és fölnőttünk itt a rendszerváltás előtt, után, ki, hogyan, ugye voltak meghatározó folyóiratok, hogy itt nem, Magyarországon, persze. Mozgóvilág, Tiszatáj, Kortárs, ezek úgy mind valahogy egy oldalnak a gondolatvilágát és irányultságát jelenítették meg elsősorban. És mellette itt azért az utóbbi időben fölnőtt, kialakult egy másik fajta értelmiségi tábor, aminek az egyik markáns megjelenítője a Kommentár. Hogyan látod ennek a helyét, azt az utat, amit így bejártatok? Igazából mondhatnám azt is, hogy csendben fölnőtt, talán egy kicsit túlzottan is csendben, mert amilyen fajsúlyú tanulmányok és írások jelennek meg benne, és amilyen gondolkodók vannak a szerzők közt, talán még tudhatnának róla többen is. Hát köszönöm szépen, hogy így gondolod a magyar értelmiségi életnek, illetve persze az egyházi vallási életnek is fontos szereplője vagy, aki könyveket fordítasz, heti lapot szerkesztetek, illetve hát mindaz, ami a Hetek körül van, az, hogy akkor viszonossági alapon legyen, az lenyűgöző. Hogy is mondjam, szokták biológiai fogalmakkal szoktak, tehát mint egy növénytársulás, egy ökoszisztéma, hát azért akadémiától kezdve persze a gyülekezeti életig heti lap, különböző értesítők, és hát persze a maga az offline jelenlét a széles körű. A politikai, mert hát legyünk őszinték, azért a Kommentár kulturális, közéleti negyedéves folyóirat, és volt egykor kéthavi lap is, annak azért más a periodicitása, és azért máshogy épül fel. De különösen erről a helyről jól esik a dicséret, meg fogjuk szolgálni, remélem. Maga a Kommentár 2006-ban jött létre, ami, aki hallgat minket, megvan a véleménye, és biztosan tudja, nem kell elmagyarázni, hogy azért a rendszerváltoztatás utáni
politikai és társadalmi életben, mondjuk kulturális életben is töréspont volt az év, de mielőtt még valaki arra gondol, hogy az összödi beszédre reagálva jött létre a lap, hát nem, mert magát a lapot 2005-be kezdeményezték, így jelent meg az első lapszám 2006 februárjában. Aztán eltelt 12 év, és egy bizonyos lassú felépítkezési munka, az eszmék tisztázása, a konzervatív kánon megszövése, sőt tulajdonképpen újraszövése, az 2018-ban jutott el egy olyan állapotba, amikor a lapot át kellett, vagy tovább kellett gondolni. Erre a szerkesztőség egy része vállalkozott, én akkor már 6 éve a lapnál voltam egyébként, és 2018-ban újult meg a kommentár. Én szoktam mondani azt, hogy visszatért a gyökereihez, vagy mint amikor hegymenetbe megyünk, és egy kicsit több energiát, több gázt kell ráadni, adott esetben visszavenni a sebességet is. Tehát ez a mechanizmus történt a lapnál is. Azóta már eltelt 5 év, tehát éppen most, amikor beszélgetünk, nagyjából ilyen tájban alakulgatott át a lap körüli klíma, és aztán 2018 nyarán jelent meg az első új lapszám. Most nem árulok el titkot, meg hát könnyen utána lehet számolni, hogy a most ősszel megjelenő lapszámunk lesz a 20. új lapszám. Tehát picit jubilálós időpont azért ez, vagy lapszám tematika ez. Egyrészt negyedévesek lettünk, mindig van egy blokk összeállításunk, ami a lapszám felét elviszi, a többi a szabadon szerveződik, a szerkesztőség maradt is, meg is újult, és tanulva a jó példákból azért az olvasók, meg a minket követők, vagy a szimpatizálók körében az offline jelenlét az szélesebb körület, Transit Fesztivál lapszámbemutatók, és vannak nagyon pozitív fejlemények, mert a televízióba, tehát a broadcast lábat is növesztettünk, a Közmédia M5 címet viselő csatornáján Kommentárklub néven jelentkezünk, ahol a kedves hallgató Kulifai Mátéval megfelelően sokszor találkozhatnak, ami számunkra egyébként nagy öröm. És emellett különböző lapokkal, lapcsere programval, hirdetési csere van, technikai részletekkel nem fárasztanék senkit. A lényeg, hogy egy szélesebb kulturális televény van a lap körül, és amivel felvezetted a beszélgetést mostanában, vagy napjainkban, ez az egyik téma, ami engem nagyon érdekel. Írtam is a Magyar Nemzetbe egy kis szöveget róla, de a gondolkodásban még azért van mit hozzátenni. Röviden a folyóiratok, ami mégis a periodicitása, meg az értelmiségi jellege miatt azért egy kornak nagyon fontos tükre tud lenni, hát azért Magyar Figyelő, Magyar Szemle, Nyugat, Napkelet, ismerősek, és aztán persze mondtad a Tiszatájat, volt Beszélő, volt, és van a mai napig Hitel folyóirat. Kicsit meglassultak ezek a folyóiratok. A baloldali liberális folyóirat kultúra, ami létezett és nagyon erős volt, és senkinek nem javaslom azért a kárörvendő hangnem használatát, azért komoly értelmiségi tudástermelés történt, még ha én magam annak a politikai konzekvenciáival nem értek egyet, de ami jár, az jár. Azért volt a Holmi, volt a Kritika, szebb napokat megélt a 2000 és a Mozgóvilág, volt Magyar Lettre Internacionale, és még lehetne sorolni a Beszélő, hogy ki ne hagyjuk. Igen. És aztán persze a másik oldalon, hogy így most ez nagyon lecsupaszított, és picit rossz ízű, hogy a másik oldal, de ott volt a Hitel, vagy éppen a Havi Magyar Fórum, a folyóiratok körében történt egy politikai és egy generációváltás is. Én ezt gyakran nevezem kulturális értelemben korszakváltásnak. Ez szerintem egy konzervatív korszakváltást jelentett, ami
társadalompolitikai, vagy politikai és társadalmi értelemben nem véletlenül esett egybe a 2010-es választásra. Tehát a politika meg a szellem az gyakran párhuzamosan járni, a kicsit elszakadnak egymástól, de olyan DNS láncként azért össze-össze kapcsolódnak. Abba bízom, hogy a kommentár folyóirat, ami még egyszer nagyon nem aktuál politikai lap, de hát nem is elefántcsont toronyba készül, negyedéves periodicitással működik, hogy talán a mostani, nekem az az érzésem, hogy nemzeti vagy konzervatív korszaknak tud nem az átszós hajója, pláne nem a politikai szócsöve, de alakító, kifejező fóruma lenni. Mindenképpen teljesebb lett veletek a paletta, és én mindenkinek ajánlom a nézőink körében is, akik szeretnének a dolgok és folyamatoknak a mélyébe perspektívájába látni a kommentárt, és itt a kommentárban jelent meg, ha már a korszakváltást említetted, az a tanulmány, amelynek a címe a világrendszer váltása, többpólusú világrend forgatókönyve, és erről szeretnék néhány dolgot megkérdezni tőled. Ennek a tanulmánynak a bevezetője vagy mottójaként egy Hegel idézetet választottál, ami úgy szólt, hogy a mi időnk a születésnek és az új korszakra való átmenetnek az ideje. És erről az jutott eszembe, hogy valójában minden korszak... Kor nem az, ugye? Melyik kor nem? Pontosan ez, hogy minden generáció a saját korát, a maga korát tekinti különlegesnek és sorsfordítónak, érthetően, mert ebben élünk, ezt ismerjük. Nem vagy csaló, nem ismerjük. Vagy nem ismerjük, vagy csak utólag ismerjük meg az előzőt, igen. Nem csalóka esetleg így nézni a történelmet? Teszed ezt fel egy történésznek, aki most igen. Nehezen válaszol neked, mert persze igazad van. A mottók azért nem arra valók, hogy az ember minden módon, az egy felütés, de valóban, és ha ez a kritika van, és ez a kritika irány, akkor ezt elfogadom, mert ez a szöveg egy, hát történet filozófiainak persze nem nevezném, de mégiscsak a szélesebb nyomtávú 100-200 évet áttekintő, kicsit esszéisztikusan áttekintő történeti szöveg, ami, hát és valóban, ha van kritika, akkor ez ismét helyt adok, neki jogos, az elkövetkező 100 évre legalábbis a nemzetközi rendszer és a nemzetközi rendszeren belüli világrendet, tehát struktúrát, illetve a gondolatokat is nagyjából összegző vagy felmutató szöveg akar ez lenni. Ehhez Hegel, akinek a műveivel töltöttem a nyarat, és minden, tehát azt gondolom azért Hegel a modernitás nagy összegzője volt, annak történetfilozófiai nagy összegzője volt, a marxizmus rossz hírbe keverte, legyünk őszinték, hát még Marx is ifjú hegeliánus volt, és még persze sokan mások, persze megtagadták a mester, de hát a hegeli dialektika folytán azért megszüntetve megőrzés, hogy hegeli szót használjak, frázist használjak, azért része volt a marxizmus felépítményébe is. Hegel azonban, mint magam is, luteránus befolyás alatt álló személy, az Istennek adta meg a történelem végső bírójának tisztségét, és ha elolvassuk a műveit, a mindegyiknek a végén az Isten cseng ki. Ez ma már furán hangzik, mert mondom, a marxizmus nagyon materialistává tette a hegeli tanukat. És hogy Hegelnek a motton túl ehhez mi köze? Annyi, hogy azért az ő elméleteibe a történelem, mint nagy kép, mint nagy szerkezet, mint reális fizikai valóság, és mint szellemi építmény, tehát a korszellem összefüggése jelent meg, és arra gondoltam, ezért is született meg a szöveg, hogy a hidegháború végén
az Egyesült Államoknak volt egy úgynevezett unipoláris pillanata, amikor úgy tűnt körülbelül negyed századon keresztül, 1991-től 2016-ig, hogy az Egyesült Államok lesz az új világrend, vagy az egypólusú világrend, vagy az unipoláris pillanat meghosszabbítójának aktora, véget ér a történelem, és a globalizáció az Egyesült Államok katonai, gazdasági és kulturális hegemóniája alá kerül. Egyre inkább látjuk, hogy ez nem így lett, ezért a Hegel motto, ami hát mégis azt mondja, hogy azért itt a születésnek, átmenetnek idejébe vagyunk, koronavírus járvány után vagyunk, gazdasági nehézségek közepette vagyunk, egy látványosan és láthatóan elhúzódó háborúnak talán csak az első szakaszában vagyunk, változik a világrend, és itt nem csak Kína felemelkedés, az Egyesült Államok és az általa vezetett kollektív nyugat, vagy transatlanti világ, vagy a nyugati világ, bármelyik szót is alkalmazzuk. Ezek persze mást jelentenek, de tudjuk, hogy mire gondolunk, hogy ennek a világnak a hegemóniája azért repedezik. Látjuk Dél-Kelet-Ázsia mozgolódását, Afrika, Latin-Amerika, az arab világ mozgását, egészen olyan pontokig, hogy új szövetségi rendszerek épülnek. Az orosz-ukrán háború kapcsán egyáltalán nem olyan egyértelmű Oroszország megítélése a világ nyugaton kívüli részébe, mint amilyen egyértelmű az a nyugat, nyugathoz tartozó országok körében, és akkor jönnek a napi hírek, mint például, hogy a Fekete-tenger nemzetközi zónája fölött egy orosz gép ütközött egy amerikai drónnal, illetve hát a média zajba, de mi is tudjuk, hogy pontosan mi történik, és aztán jönnek olyan hírek, amikor pontosan tudjuk, hogy mi történik Kína közvetítésével, a síita Irán és a fundamentalista szunnita Szaúd-Arábia, a térség két egymásra fenekedő, egymással Szíriában proxy háborút viselő országa Kína közvetítésével nem úgy kibékül egymással, de visszaállítja, restaurálja a diplomáciai képviseletet. Ezek most apróságoknak tűnnek, a szöveg mégis az én részemről arról szól, hogy változik a világrendje, szerkezetileg is, meg eszmeileg is olyan elemek kerülnek a világ körforgásába, amik valamilyen új világrendet ígérnek. Ami nagyon megragadott engem a tanulmányodban, az az, hogy mindezek a változó törésvonalak és folyamatok, amiket itt fölvázoltál az imént, ezeket beleépíted egy nagyobb képbe. Elindulsz kb. 200 évvel ezelőtt, és onnan építed föl, hogy hogyan jutottunk el mostanáig. És ez ugye pont azért egy nagy segítség, mert kicsit kiemel bennünket ebből a saját generációnknak, meg a saját azon belül még szűkebb napi híreinknek a világából. Ha így röviden bemutatnád azt, hogy hogyan változott a világ, és miért pont attól a 19. század első évtizedétől változott meg úgy a világ, amiből eljutottunk tulajdonképpen itt a 21. század elejéig. Azt mondom, hogyha a világrendről beszélünk, és világrendet azt tényleg nagyon röviden csak definiálnám, világrend alatt azt értem, amikor egy adott történeti korszakban az államok közötti kapcsolatrendszer, tehát mondjuk nagyon röviden a nemzetközi törvények, és abban az adott korszakban érezhető, tapintható, a legtöbbekre ható és érvényesülő gondolat, vagy kultúra, Hegellel szólva Zeitgeist, ugye, korszellem, az egységre talál. Ezt nevezem világrendnek. Tehát a világrendje. Sokat lehetne erről beszélni, én leginkább költőkkel tudnám ezt megfogalmazni, meg filozófusokkal, tehát az egy picit azért egy nehezebben dekódolható, nehezebben megfogható, de mindenki által azért érezhető
jelenség ez a világrend, és mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Azt mondom, hogy összesen három nagy világrend, két nagy világrend volt, és jön egy harmadik nagy világrend, ezt állítom röviden. Mindegyiknek 100 évet adok. Ez már egy kritikára méltó hegeliánus dolog, ugye? Kicsit talán mechanikus, de hát ez egy esszé. És azt mondom, hogy az első 100 év az a Napóleon követően, Napóleon bukása után alakult ki, és egészen az első világháborúig tartott. Hát számoljuk ki, 1815 bécsi kongresszus, és 1914 kitör az első világháború, pont 100 év. És ebben az időszakban az európai hatalmak, mégpedig, és itt most tovább megyek, az európai gyarmattartó hatalmak, mert nem a osztrák-magyar monarchiáról van szó, még csak nem is annyira a cári Oroszországról, hanem az észak-nyugat-európai, nyugat-európai gyarmattartó nagyhatalmak, Franciaország, Nagy-Britannia, kisebb részt Portugália, inkább Belgium, sőt még inkább Hollandia, aztán majd a vége felé Németország, voltak azok, amik meghatározták a világrendjét, és melléjük két erő társult, az egyik volt az Egyesült Államok, kevesen tudják, hogy gyarmattartó nagyhatalom volt az Egyesült Államok, illetve Japán. És ezek közül az országok között egyértelmű volt Nagy-Britannia tengeri, kulturális és infrastruktúrális hegemóniája. Az első világháború végétől egészen Donald Trump korszakáig, talán túlzás érájáig, adminisztrációjáig tartott a második 100 év. Ez 1919, amikor ugye a Versailles szerződést aláírják, és aztán körülötte még van több békeszerződés, egészen 1923-ig szövegezgetik őket, ennek a része Trianon is. Tehát mondjuk az első világháborút követő évektől, egészen 2016-ig, amikor két nagy jelentőségű dolog történik, Brexit népszavazás és Trump megválasztása. Ez a második 100 év, ugye ismét szintén egy közel 100 éves, vagy körülbelül, vagy pont 100 éves időszakról van szó, amikor a Európán kívüli nagyhatalmak kezdik el meghatározni a világrendjét. És mi ez a két nagyhatalom? Egyszerre emelkednek fel 1917-ben, az egyik, 17 áprilisában egészen pontos, az egyik Európán kívüli mindkettő. Az egyik egy ilyen távol nyugat, ez az Egyesült Államok, ugye Woodrow Wilson belép a első világháborúba 17 áprilisában, a másik meg ilyen Európához, vagy centrumhoz képest távol keleti birodalom, Lenin és az áprilisi tézisek, és aztán Szovjet-Oroszország, majd a kommunizmus. Miután az első világháborúban Európa gazdaságilag, geopolitikailag, demográfiailag, kulturálisan, anyagilag tönkreveri önmagát sajnos, felemelkedik a perifériáján két nagyhatalom. Annyiért különleges ez a két nagyhatalom, Egyesült Államok meg a Szovjet-Oroszország, aztán a Szovjetunió, mert mind a kettő egyetemes küldetéssel lép a világtörténelemnek a porondjára. Nagyon leegyszerűsítem, most erre nem vagyok büszke, az egyik a szabadság, a másik az egyenlőségnek a totalizálását ígéri. Egy ideig nem történik köztük semmi, sőt egy ideig szövetségesek, második világháború alatt, aztán a második világháború után egy 40-50 éves korszakot ők határoznak meg, hát ez a hidegháború. A hidegháború után, annak a végeztével egyetlen egy egyetemes küldetés maradhat talpon. De hát tudjuk, hogy nem a Szovjetunió maradt talpon, köszönhetően Ronald Reagannek, a hadseregfejlesztésnek, és egyébként az amerikanizálásnak, a kulturális innovációnak, hanem az Egyesült Államok maradt talpon, és az Egyesült Államok megkezdi azt a 25 éves projektet, amiről beszéltem előbb, hogy a második századot Amerika századává tegye. Szerintem ez a kísérlet folyt, jó darabig folyt, országok nevei juthatnak eszünkbe, amelyeken keresztül ez folyt, de nem sikerült, és bezárva az egész gondolatmenetet, Donald Trump megválasztásától mondjuk a mostani
mostanában látható események, igen, orosz-ukrán háború, Kína felemelkedés ennek biztosan a része, egy köztes korszakban vagyunk, az Egyesült Államok világhegemóniának, unipoláris pillanatnak, egypólusú világrendnek, liberális nemzetközi berendezkedésnek, ez mind globalizáció általunk ismert modelljének tulajdonképpen vége, de nem tudjuk, mi az, ami jön. Szerintem a harmadik század jön, és a harmadik század nem európai lesz, nem poszteurópai lesz, hanem egyetemes lesz, nem egypólus lesz, nem kétpólus lesz, hanem multipoláris lesz, sokpólusú lesz, nem tűnnek el a nemzetállamok, hála Istennek, viszont az én elképzelésem szerint, vagy amit én látok, nagy terekbe fognak ezek szerveződni, és ezek a nagy terek lesznek azok, amik a világ bizonyos részeit, én azt gondolom, hogy civilizációs alapon uralni fogják. A legizgalmasabb nyilván a saját korunk, meg az előttünk álló évek, és erről majd még szeretnék mindenképpen beszélni, de még egy gondolat erejéig visszatérve a második korszakhoz, amit mondtál, ugye mondtad a két pólusnak a felemelkedését, és az első világháború utáni időszakot, és eszembe jutott, hogy hát valójában ebben az időszakban a világon a nagyhatalom, az a brit birodalom volt, amelyik a föld területének talán a 25%-át magáénak mondhatta a brit koronahoz tartozó területekként, és nem is volt még a történelemben olyan birodalom, ami ekkora földrajzi területet birtokolt volna, és mégsem Britanniáé lett a második korszak. Szükségszerű volt az, hogy ők ebből a pozícióból aztán nagyon gyorsan kiestek, és igazából mellékszereplővé váltak? Nagy-Britannia szerepe, vagy mellékszerepe ma már így visszatekintve nem kérdéses. Azért az első világháború után az nagyon látványos volt, hogy Nagy-Britannia és Franciaország két gyarmattartó jellemző módon egyébként orientak, térségünkről is orientalista módra gondolkodó különben liberális nagyhatalom valójában az első világháború után a egész Európának akart új rendet szabni. Nagyon jellemző, hogy az egész világnak már nem tudtak új rendet szabni, mert a világnak kiszabott új rendet az Egyesült Államok, amikor az 1922-es washingtoni szerződésbe kimondták, hogy a világtengerek fölötti rendelkezés bocsátható infrastruktúra tekintetében az Egyesült Államok lesz a legerősebb. Tehát akkor már a brit birodalomnak leáldozott. A font egyeduralma, de tovább megyek, a brit diplomáciai kultúra egyeduralma, mehetünk még tovább, a brit társadalmi gazdasági rendszer vonzereje, hegemóniája a 20-as években egyértelműen oda lett, 100 évvel ezelőtt, 1920-as években. Hatalmas világfelfordulás volt ez egyébként, hiszen valóban megelőzően mondhatjuk, hogy egészen a kora újkortól tartó civilizáció és birodalom építő tevékenységbe egy 400-500 éves visszamenőleges utat állapíthatunk meg. Nagy-Britannia valóban a világ anyagi, földterületi, sőt jogrendi és fegyverzeti és kulturális hatalmaként emelkedett fel, de aztán megjelentek mások a színen, Németország, hát ebből lett az első világháború valójában, és egyébként az Egyesült Államok, ami szintén fehér angolszász protestáns nagyhatalomként jelent meg a színen, csak az nem egy liberális monarchia volt, hanem egy liberális köztársaság. Tehát itt én mindig hangsúlyozom a szellemet, mindig az eszméket, ideológiákat, mert szerintem ugyanolyan fontos szerepük van, hanem fontosabb szerepük van a Zeitgeist befolyásolása kapcsán, mint az anyagi struktúrának, tehát hogy mondjuk a világ adott gazdasági társadalmi rendje mi. Mindebből az következik tehát, hogy Nagy-Britannia, ami régóta predesztinálva volt, régóta készült erre, minden ereje meg is volt ahhoz, hogy a világ ura legyen, és ez, amit mondasz, ez a bizonyos százalék, ez néha úgy a föld
felszíni szárazföldi területeinek 30%-ára is, tehát földe golyó szárazföldi területének egy harmadára is rúgott, ugye. Ebbe az volt a lényeg, hogy ez egy hálózatos uralom volt, tehát és nem csak egy kontinensre terjedt ki, ugye? Tehát a Dél-Afrikától Ausztráliáig és Európától Ázsiáig keresztül kasul Észak-Afrika is bizonyos területek tartoztak, hogy földközi tengermedencéje tartozott a brit koronához. Mindebből az következik, hogy Nagy-Britanniának ezt az uralmat megtartani, ehhez szellemi, anyagi, gazdasági, katonai erőre lett volna szüksége, de az első világháború végeztével ezt már nem tudta megtenni. Franciaország, ami már egy korábban lehanyatló, gyarmatosító birodalom volt, szintén nem tudta megtenni, és aztán ebből jött az első világháborút követő tragédia, ezzel kezdtem a válaszomat, ez a két nagyhatalom, tehát London és Párizs akart irányt szabni Európának, mert az egész világnak már nem tudott, de valójában kiderült, hogy Európának se tud. Megszövegezték a Saint-Germain-i békét, a női békét, a Versailles-t, Trianont, Luzanni szerződést, de betartatni már nem tudták. Azért nézzük meg, és csak egy demonstrációs példa. Az első század a Bécsi kongresszus végzéseivel kezdődik. Meddig volt érvényben a Bécsi kongresszusnak a konszenzusa? 100 éven keresztül. Ezt régi módi birodalmak szavatolták, cári Oroszország, maga Nagy-Britannia és az osztrák császárság. Első világháború után, amit hát Nagy-Britanniának és Franciaországnak kellett volna a saját békéit szavatolni, ez nem sikerült. Mennyi ideig volt érvénybe az első világháború utáni Párizs környéki békék szavatossága? 20 évig. Hiszen 1939-ben kitör a második világháború. Tehát van 100 év, meg van 20 év. Tehát ez azért az európai birodalmaknak az erejét, de nem csak anyagi erejét, valójában szellemi erejét mutatja. Mi az a nagy eszme, ami a 20. századot meghatározza? Mi az a szellemi, ideológiai, zeitgeistet is befolyásoló eszme? Ez vagy az amerikanizmus, vagy a kommunizmus. Lehet egyébként... Nem Európa. Tehát ezek megvalósítási területüket tekintve nem európaiak. Az amerikanizmus észak-amerikai kontinens, a kommunizmusnak az akkor népszerű szovjet változat, egy ázsiai. Persze Európába találják ki a marxizmus, sőt egyenesen Brüsszelben és Londonban találják ki őket, gyarmatosító birodalmak fővárosaiban, de ez egy keleti eszmévé válik aztán. Ugye az elmúlt évtizedekben úgy tűnt, hogy a világ egypólusúvá válik, vagy válhat, és talán ebből a szempontból is ugye a brit birodalomnak a példája, hogy amikor látszólag a tetőpontra jutott, akkor már igazából a hanyatlásnak az időszaka kezdődött el. Lehet ezt esetleg akár kivetíteni a kommunizmus összeomlása után kialakulni látszó Pax Americanára épülő egypólusú világrendre, hogy ez is most itt akár a mi korunkban, mi éveinkben, napjainkban eljutott egyfajta tetőpontra, és innen kezdve valami más kezdődik, hiszen említetted, hogy 2016 is egy választóvonal. Érdekes kutatási irányra teszel javaslatot, tehát maga a birodalom elmélet, hogy a birodalmak társadalmilag, történetileg, hogy működnek, hogy szakaszolhatóak, az egy fontos kutatási terület, egy létező disziplina, itt a kommentár szóban forgó tavaly évvégi világrendszerváltás lapszámában László András kollégám vizsgált ilyesmit, és angol szász világban jobbnál jobb könyvek jelennek meg erről. De hát persze nagy birodalmak azért nem csak, hogy úgy mondjam, a fehér keresztény világból ismeretesek, tehát persze számunkra a római birodalom
nagyon, vagy éppen a Pax Americana, tehát az amerikai birodalom, amerikai birodalmiság lehet egy ilyen történeti keret, de hát az iszlám birodalomnak a kiterjedése a középkorban nagyobb volt, mint a római birodalom kiterjedése. Perzsa birodalomról ugyanúgy beszélhetünk, tatár-mongol világ és birodalmiság felemlíthető, és persze a kínai gondolkodásban, meg az orosz gondolkodásra, a geopolitikai gondolkodásra utalok, ugyanúgy jelen van a birodalmiság, és vizsgálják a birodalmaknak az életciklusait, és a László András kollégám azt mondja, egy angol szász megállapítás alapján, hogy a jelen korunknak a nagy makroszerkezeti, tehát a legnagyobb válságát az okozza, hogy a hanyatló amerikai birodalom elkezdte keresztezni a felemelkedő kínai birodalomnak az életciklusát. Nem tudom, hogy így van-e, egy szerintem azért egy termékeny elgondolás. Azt nyilván látjuk, hogy az Egyesült Államok birodalmisága szakaszokra bontható. A kezdet, tehát az észak-amerikai nemzetközösség megalapításától 1848-ig az Egyesült Államok a határain belül maradt. 1848-ban kilép, 1898-ban elnézést, kilép a határai közül, és aztán Kubát elfoglalja, Fülöp-szigeteket, kisebb csendes-óceáni szigeteket is, és ettől kezdve bizonyos elnökök, Coolidge elnök alatt nem, de az elnökök többsége alatt intervencionalista, tehát vagy internacionalista, ahogy ott az Egyesült Államokban hívják, politikát folytat. Ebben Donald Trump kivétel, hát Donald Trump nem indít külföldi háborút, az America First jegyében visszavonul a világban, felmond szerződéseket, nem lép be egyezményekbe, és egyáltalán az Egyesült Államok belrendjére igyekszik fókuszálni, aztán Joe Biden elnöksége alatt, ezt nem kell mondani, ez most már nem így van. Ebből a szempontból az, hogy a Donald Trump visszavonul a világból, ez egy 100 éve nem látott, én szerintem üdítő praxist jelent, ami persze azt is jelenti, hogy a globalizáció amerikai dialektusát, a globalizációnak az amerikai típusú megvalósítását is elhagyja Trump. Ez meg nem csak az amerikai Egyesült Államokban, a világ egésze számára jelentős esemény. Utána mi következik? Kivonul 20 év után az Egyesült Államok Afganisztánba 2021. augusztusában, csapott papotot hagyva, mindannyian emlékeznek talán, hogy a Dél-Vietnám elhagyásához hasonló jelenetek az amerikai nagykövetség tetejéről az embereket helikopterrel kimentő operációk, és ennél még szörnyűbb jelenetek is lezajlanak. Ez azért azt jelentette, miután már Irakot ott hagyták, Szíriával nem foglalkoztak, legalábbis nem olyan látványosan, Líbiát sikerült tönkretenni, stb., hogy az Egyesült Államok geopolitikai visszahúzódása megkezdődött. Az orosz-ukrán háború persze, és az, hogy a NATO új életre kelt, hogy az Európai Unió az Egyesült Államok akaratának megfelelően viselkedik, sőt, hogy az Európai Uniónál a transatlanti közösségben fontosabb szereplő lett a NATO, és a katonai potenciál átvette a gazdasági potenciál szerepét, azért csak egy mai rádióhír, kevesen gondolták volna, hogy az Európai Unió vezetése felszólít lőszergyártásra és lőszerszállításra. Én az Európai Unió statútumaiban azt olvasom, hogy a béke megőrzés a célja ennek az alapvetően gazdasági közösségnek, és nem a lőszergyártás. Tehát ez is azt mutatja, hogy valami nagy változás van. Azonban azt gondolom, utalva persze a kérdés elejére, hogy ez egy végjátszma. Tehát ez valójában egy reakciós lépés, ez az Egyesült Államok világhegemóniájának visszaállítására való törekvés.
De ugyanúgy, ahogy Nagy-Britannia és Franciaország az első világháború után nem volt elég erős a világ uralására, de aztán kiderült, hogy még Európáéra se, szerintem ennek is ez lesz a vége, az Egyesült Államok a világ uralására a szövetségeseivel együtt sem képes már, azt meglátjuk, hogy Európa uralására képes lesz-e. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy igen. Azért nagyon érdekes felvetés ez, mert egy közkeletű vélekedés az, hogy az említett orosz-ukrán háborúnak a nagy nyertese az Egyesült Államok, hiszen egy proxy háborúval, saját emberáldozat nélkül, riválisoknak a meggyengülésével, a fegyverszállításoknak, fegyvergyártásnak a felpörgetésével mindenfajta hasznot be tud zsebelni. De ezek szerint akkor ez egy ilyen pírusi győzelem lehet? Ugye ilyet nem jelentenék ki annál is inkább, hiszen a csatatéren, amilyet a civil lakosság területén is folyik, nagyon becselen dolog volna ezeket a győzelmeket, azt hiszem, hogy miért is kélni, és te sem erre utalsz, hanem arra utalsz, hogy történeti értelemben, távlatosan, ez a bizonyos ukrajnai hídfő, vagy legalábbis Oroszország katonai és gazdasági kapacitásának felmorzsolása, mint tudjuk, ez az Egyesült Államoknak a célja, hogy ez ér el célt. Szerintem részben igen, hiszen Ukrajna kapcsán mégiscsak egy geopolitikai rejtvénynek a megfejtéséről, ez is bornírt kifejezés, van szó. Jelesül, Ukrajna hova tartozon? A nyugathoz, vagy a kelethez? Az első világháború utolsó éveiben volt már egy Ukrajna projekt, ez Németország Ukrajna projektje volt, német megszállás alá került Nyugat-Ukrajna, és míg nem a szovjet-orosz polgárháború a szovjetek részéről, kommunisták részéről el nem indult, addig ott német megszállás volt. Aztán a második világháború után megint volt egy egyébként nagyon gyalázatos Ukrajna projekt, szintén Németország részéről, itt a Waffen-SS-be való toborzás, a zsidóságnak a lemészárlása, aztán a volhiniai mészárlás, 40 ezer lengyel áldozattal, egy borzalmas történet, amit a németek részben maguk, részben az ukránok önként hajtottak végre, a holokauszt szörnyű fejezete ez. Majd most megint van egy Ukrajna projekt, egy nyugati Ukrajna projekt, nem tudom, hogy ez most mennyire német Ukrajna projekt, inkább amerikai, amiből az látszik, hogy a Ukrajnának a területi szuverenitásának megvédése jelszava alatt az ukrán államot anyagilag, gazdaságilag, élelmezésileg, katonailag, harceszközöket értek ez alatt, támogatni kell, és kötelező támogatni, és ez az egyébként világszerte érezhető, bár inkább a harmadik világban érezhető béke vágyat felül tudja írni. Olyannyira, hogy a harmadik világ egy részén, Afrikában különösen már nem békevágy van, hanem orosz barátság van. Oroszország és Kína kapcsolatai erősödnek, ehhez az orosz-kínai tengelyhez közeledik a maga lépteivel Latin-Amerika egy része, Közép-Afrika, a BRICS országok, részben India és egészben Irán, valamint Szaúd-Arábia. Megvált, tehát a háború egy éve alatt annyi történt, hogy jelen pillanatban Ukrajna területének 18%-a orosz kézben van. Ukrajna demográfiai vereséget szenvedett már most, civil lakossága szenved, polgári infrastruktúrájának 40%-a oda lett, gyártókapacitásának vége van, és egy eladósodott ország, amelynek termőföldjeit is áruba bocsátják közben, de közben az Egyesült Államok újraintegrálta a keze ügyébe eső eszközöket, a NATO-t, az EU-t, a Quad-ot, és főképp az AUKUS-t. Mégiscsak azt jelenti, hogy a nyugati
a kollektív nyugat, ahogy ezt az orosz zsargonban mondják, mondjuk inkább azt, hogy a transatlanti világ elkezdett újraintegrálódni. De ezen közben van egy keleti, vagy eurázsiai, vagy ázsiai, dél-kelet-ázsiai világ, ami szintén különböző szervezeteken keresztül elkezd integrálódni, de nem csak önmagában, hanem más kontinensekből. Ennek a példája a BRICS országok, és aztán persze ott van a Sanghai Együttműködés Szervezete, különböző eurázsiai fórumok. Vagyis elkezd ez a kettő egymásnak feszülni, és megint, mint a hidegháború idén, vannak el nem kötelezett országok Afrikában, Latin-Amerikában, Dél-Kelet-Ázsiában leginkább, amelyek hát ugyanúgy, mint a hidegháború idején, úgy el nem kötelezettek, de valójában inkább keletbarát országok, és erre a keletbarátságra Oroszország és kulturálisan, Kína gazdaságilag is, infrastrukturálisan is rejátszik. Mi következik ebből? Az következik, hogy a világ jelen pillanatban három nagy részre szakad. Érdemes megnézni, épp a napokban az Economist közölte azon országok listáját, akik a nyugati szövetségi rendszert támogatják, akik inkább orosz barát, akik nyíltan orosz barátok, vagy inkább Oroszország pártján állnak, vele kereskednek, és nem vezettek be szankciókat, és megvizsgálták, hogy kik a harmadik országok. 33-33-33 körülbelül az arány. Szerintem fog ez még tovább fragmentálódni. A európaiak vagyunk, elsősorban Európa kell, hogy érdekeljen minket. Itt Európában az amerikai hatalmi igény hivatalos európai részről való teljes kiszolgálása látható, ami szerintem komoly kiszolgáltatottságot hoz, és meghosszabbítja a háborút. Ez a legnagyobb probléma. Ebbe az átalakuló, geopolitikai átalakuló világrendbe egyébként az is beletartozik, amiről egy korábbi beszélgetésünk során részletesen is körbejártuk, ugye, hogy van Amerikának a politikai, gazdasági, pénzügyi ereje mellett egyfajta soft power-e, aminek megvan egy kulturális média hangsúlya. Könyvet is írt egy a nagy tervről, amelynek a hatását itt Magyarországon is érezzük. Lehet azt mondani, hogy ez is azért így relativizálódik ebbe az egyharmad részre föloszó világba, vagy azért ez megmarad egy hangsúlyos amerikai exportcikknek? Hát szintén Hegeltől tudható, hogy ami már egyszer megtörtént, ez soha nem tűnik el teljesen. Tehát a unipoláris lehetőség bezárul, de azért az Amerika világban való szuperhatalmi uralma, nem is egyed uralom formájában, de marad. Ennek kulturális következményei maradnak. A világ nem fog bezárul, azért mert nem sikerül Soros Györgynek az összes társadalmat felnyitni, hál' Istennek. Azért ettől még a nyitottság, az utazás, a mobilitás, a repülőjáratok és az angol nyelv terjedésen, a globalizáció vonásai, bizonyos vonásait soroltam, az még attól megmarad. De azért vannak más játékosok a pályán, és lehet, hogy Európában mi ezt nem így gondoljuk, de azért Afrikában több mint 60 Konfucius központ működik, és a kínai befolyás, annak a kulturális oldala nehezebb, már csak nyelvileg, meg szokták mondani ezt a szót, én nem szeretem, a mindset, ugye? Tehát a gondolkodás mód tekintetében, de azért a kínai kereskedelmi, infrastruktúrális és egyáltalán beruházási szándék a szimpátiával övezi Kínát is, más Afrika bizonyos részén Oroszországot. A másik dolog az, hogy azt gondolom, hogy a globalizáció, német nyelvterületen mindig úgy írják angolos, hogy one world, tehát hogy egy világ lesz, egy kultúra, egy civilizáció lesz, hogy ez kezd repedezni. Tehát mintha a különböző civilizációk ide tartozhat a nyugati,
az ortodox, az indiai, kínai, önmagában a japán, az afrikai, és természetesen a zsidó civilizáció is. Ugye a Huntington megállapításából tudjuk, hogy 8-9-et különböztetett meg, hogy mintha ezek nagy terekbe kezdenének összeállni és szerveződni, vagyis a globalizáció kulturális irányának ez a progresszív, liberális áradata, bár persze nagyon erős, de mintha megtorpanni látszana. És mennyire jellemző, hogy az Egyesült Államokban két technológiai szolgáltató vagy platform kapcsán mekkora probléma volt, egyik a Huawei, kínai, illetve a másik a TikTok, ami nemhogy a Facebook mellett úgymond leigázta a világot, és amikor ilyenekről beszélünk, hogy technológiai vagy közösségi média platformok leigázzák a világot, akkor a képzelet leigázásáról van szó, nem csak az okostelefon nyomkodásáról, mert közben mi történt nem is olyan régiben a Facebook házatáján, Mark Zuckerberg vállalata, a Meta bejelentette, hogy 10 000 dolgozót elbocsát, bejelentette, hogy 5 000 már megnyitott állás lehetőséget, állásajánlatot visszavon. Tehát itt is azt látjuk, hogy amit már idéztem, hogy van egy lehanyatló technológiai, kulturális, katonai erőközpont, és van egy felemelkedő, ugyanilyen jellemzőkkel jellemezhető erőközpont, és ez a kettő mintha a korunkban kezdené el metszeni egymást. Igen, talán egy újságcikk cím fogalmazott találóan, hogy kezd Mark Zuckerberg a metaverzum által létrehozott és nagy csinadartával bejelentett metaverzumába egyedül lenni, mert a világ nem követte őt oda, és másfele csoportosulnak. Bocsánat, volt már ilyen. Tehát a technológiai innovációk, meg ezek a víziószerű, Mark Zuckerberg önmagát, ugyanúgy a Steve Jobs, egy filozófusnak is gondolja. Nagyon bornírt dolog, de ők nem csak kütyüket, hanem tudatot is árulnak. És amikor Mark Zuckerberg meghirdette a Metát, amit ha jól tudom a héber nyelvben ez a Meta szó, ez mintha nem hangzana annyira... Konkrétan halált jelent, ezt éppen a hetekből tudom. És egyáltalán a virtuális élet kiszervezése, az élet virtuális duplikálása, ami szerintem egy istenellenes gondolat, hogy egészen őszinte legyek, amikor ezek a jövőtervezők, vizionáriusok, mint ő is ezt kitalálta, úgy gondolták, hogy az egész emberiség számára ez nagyon hívogató és csábító lesz. De kisebb mértékben azért láttunk már olyan, nem ekkora nagy vízió, de láttunk már olyan kütyüt, vagy olyan technológiai innovációt, ami nem kellett az embereknek. Emlékszik-e még valaki a Discmanre? Ugye a Walkman és a CD lejátszó furcsa keveréke volt a 90-es évek végén. Emlékszik-e még valaki az adatceruza elnevezésű telefont, bökködni lehetett vele? Nem. Mi lett az Oculus, tehát a Google szemüvegével? Valamiért valahogyan nem volt szimpatikus, nem jött be. Nem úgy működik az ember, ahogy a digitális világ megváltók, ezek a virtuális mennyországot ígérő szereplők szeretnék, és persze közben verseny van. És vannak más közösségi média platformok, ezeket ráadásul tőzsdére viszik, ott ügyletek és üzletmenetek vannak, nem minden úgy sikerül, ahogy Mark Zuckerberg szeretné, bár én jelzem, hogy a legutóbbi időben a legtöbb ötlete, mint például amikor hatalmas kivetítőre írták, hogy a jövő adatalapú, és hogy ezt a privát adatot lehetne valamilyen módon globálisan is értelmezni, én nekem ebből az Isten kísértés jutott eszembe, és azért a Bibliából is, meg kultúrtörténetileg is tudjuk, hogy azért ezek a hamis istenek, vagy Isten kísértések, ezek bukásra vannak ítélve. Örülök, hogy ezt ebből az irányból kanyarodtunk a témánknak a következő fejezetéhez, mert igazából ezt szerettem megkérdezni. Ugye látjuk a
Szentírásból is, hogy voltak a történelemben ilyen nimródi kísérletek, amikor az ember az Isten helyébe akart lépni valamilyen módon, és az, hogy amit itt végignéztünk az elmúlt közel egy órában, hogy azért a mostani világ a sok szempontból fragmentálódik, töredezik, ez ennek azért valamennyire örülhetünk, nem? Hogy nem áll össze a világ egy olyan egységes szörny, amit szintén a Bibliában János apostol jelenések könyvében azért valamilyen módon előrejelez. Tehát, hogy addig van lehetőség, van mozgástér a világban, nem beszélve ilyen a titánok harcában, ilyen kis nemzetekről, mint Magyarország, meg más kisebb nemzetek, akik sokszor voltak már történelemben ezeknek a nagyoknak, a nagyok csatájának a vesztesei. Tehát, hogy érdemes arra figyelnünk, hogy ha úgy tetszik, annak drukkolnunk, hogy legyen ez a világ azért minél inkább ilyen sokpólusú. Vallási, sőt, bibliai alapon, te teológiailag fogtad meg ezt a dolgot, és akinek van hite, annak azt gondolom, hogy talán könnyebb ez, mert valóban a Bibliában az emberi természet, sőt, egy kicsit tovább megyek, tehát ontológia, tehát a lépt alapszerkezete, az le van írva a Szentírásba. Keresztények így gondolják, én is így gondolom. Itt most nem exegéta vagyok, tehát nyilván szekuláris oldalról, mint történész kell megfognom ezt a dolgot, és azt gondolom, hogy a világ egész, az abban ható politikai, társadalmi, kulturális erők természetesen a mai technológiai, innovációs környezetbe bizonyos módon haladnak az egységesülés felé. Hát nem lehet azt mondani, hogy a 1600-as évekhez képest a 2020-as évek, ami előttünk terpeszkedik, az mondjuk az utazás, vagy a jogrend, vagy a kereskedelem, vagy az orvostudomány értelembe nem ment volna előrébb a világ. Ilyen reformkori behatásokat alkalmaz. Természetesen ment elébb, mindez egyetlen egy dolgot jelent, hogy a világ anyagi valósága, ami azért továbbra is egy tehát a világ a szűkösség helye. Az anyagi, az embernek az anyag átalakító képessége továbbra is, hála Istennek, korlátos, és az emberek továbbra is konfliktusos módon tudnak együtt élni egymással. Vagyis lehet, hogy az anyagi lehetőségek, az infrastruktúra, amit Heidegger úgy nevezett, hogy az állványzat, a világ állványzata, tehát amiben minden a bányászat fejlődésétől az orvostudományig, a repülőkocsik elképzelésétől a motorbiciklig, minden gyógyszertudomány, a katonai fejlesztések, minden beletartozik, hogy ezek sokrétűbbek, fejlettebbek, gyorsabbak, hatékonyabbak tudnak lenni, aminek a végén, a nagy hatékonyság fetisizmusnak a végén persze Csernobil és Hiroshima is ott van, és mindaz, amit az ember ezekkel az eszközökkel képes megcselekedni, például Auschwitz rettenete is ott van, sajnos, a technológiai haladás útján. Ezzel el kell számolni. Ami közben nem változik viszont, és ez ad azért reményt, ami közben nem változik, hogy hiába az anyagi, technológiai, közlekedési, infrastruktúrális egységesülés, ez a bizonyos One World, az értékrend, az ember csoportok által követett különböző vallások, civilizációs értékek mégiscsak a világban egy ellenerőt képviselnek, mert ezek fragmentálnak. A kérdés az, hogy a borzasztó nagy technológiai állványzatot ne a civilizációk egymás közötti harcának kezeügyébe adjuk, hanem megtaláljuk azt az utat, ahol öntörvényű, önelvű módon tudnak fejlődni a civilizációk. Minden civilizáció vagy szekularizáltan, vagy szerencsésebb esetben nem szekularizáltan, vallási eredőre megy vissza. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy ebből ne vallásháború, ne
hitháború legyen, hanem valamiféle a magyar gondolkodásban egyébként meglévő mellérendelés, ugye élni és élni hagyni típusú világszerkezet jöjjön létre. Ebbe a többpólusú világ, ami nem egyenáramosított, nagy terekben, nagy civilizációk hatókörében él, az szerintem egy jobb életlehetőséget, vagy jobb életkilátást tud biztosítani, mint az egypólusú, globalizált, nyitott társadalom alapú, tegyük hozzá, istentelen elképzelés. Igen, tehát ez az élni és élni hagyni koncepció megvalósulásához ugye szükség lenne arra is, hogy a nemzetek megmaradjanak, és a nemzeteknek az önrendelkezése megmaradjon, hogy lehessen szabadon alakítani a jogrendet, és ne kelljen mindenáron egyfajta központi elvárásnak megfelelni. Ez ad teret Magyarország számára is. Ugye most itt nemzeti ünnep utó zöngéjeként beszélgetünk. Tehát Magyarország számára ebben a nagy képben, amit itt fölvázoltunk, hol lehet a mi helyünk, egyáltalán fönn tudunk maradni ilyen nagy szereplőknek a küzdelmében. Mi az, amit látsz ezzel kapcsolatban? A nagy szereplők küzdelmében egy akkora méretű nyitottságú, gazdasági nyitottságról beszélek, akár kitettségű, meg demográfiai erejű országnak, amelynek ráadásul a határain túl vesztenivalója is van, például a kárpátaljai magyarság, ezeknek a nagy szereplőknek az egymásnak feszülésébe nem gondolom, hogy részt kellene venni, sőt éppen ellenkezőleg gondolom, hiszen ezek bármikor akár a kárunkra egyezhetnek ki. Ezért láttunk mi már Molotov-Ribbentrop paktumot, meg utána két év múlva elindított német támadást is, tehát ez azért a történelem, meg egyáltalán a földrajz, meg a kettőnek ez a furcsa keveréke, amit geopolitikának is nevezünk, azért ez nem azt mondja, hogy Magyarország az élén lovagoljon a ilyen pártiságnak, meg az olyan pártiságnak. Azt viszont a történelmünk egy időben Mátyás irodalmát kicsit jobban vizsgáltam, a 500 évvel ezelőtti történetünk mégiscsak azt sugallja, hogy valamiféle közép-európai, valaki azt mondja, hogy köztes-európai viszonyban kellene barátokat találnunk. Én sajnos úgy látom, hogy ez most nehezen megy. Sajnos úgy látom, hogy a lengyel barátaink elköteleződtek a háború mellett, sok dolog köt össze bennünket, sok politikai, kulturális, társadalmi célok is, a háború nem tartozik közéjük. Szlovákia, Csehország szuverenitását, önállóságát, tovább megyek, stabilitását nem látom most erősíteni ezt a térségbeli országok csoportját, ezt nagyon sajnálom. Németország, mintha megszállt országként, hát tényszerűen az, hát NATO csapatok, amik persze saját csapata is, de amerikai csapatok is állomásoznak ott, a kulturális szuverenitást nem tudnám Németország esetében mondani, nem viselkedik súlyának, demográfiai erejének megfelelő hatalomként. Persze, ha Németország úgy viselkedik, az a baj, ha nem úgy viselkedik, az a baj. És közben az orosz-ukrán háborúnak az árnyékában Közép-Európa meg van rettenve. Jelen pillanatban az itt lévő, körülöttünk élő országok nagy része, leszámítva a semleges Ausztriát talán, és leszámítva történelmi, kulturális, nyelvi okokból és gazdasági okokból Szerbiát, mintha az amerikai védernyő alatt keresne, találna menedéket. Nem tudjuk azonban, hogy ez a kiszervezett amerikai védernyő meddig lesz elég. Azt biztosan tudjuk, hogy Oroszország akárhogy végződik a háború, és hogy ez a háború melyik résztvevőnek hogy végződik, az politikai retorika kérdése. Hát Oroszország mégiscsak elfoglalta a szomszédja ötödét.
infrastruktúrálisan tönkretette. Katonailag nem önálló Ukrajna. Demográfiailag borzasztó válságban van. Lehet, hogy ez már az orosz győzelem. Nem tudjuk, hogy meddig bírja Oroszország a háborút, vagy a nyugat meddig tudja ezt a háborút katonával, emberrel bírni. Katonák alatt a kiképzőket kell érteni egyelőre. Tehát az, hogy a NATO élőerővel részt vegyen a háborúban, ez hála a jó Istennek, senkinek nem jutott még eszébe, de nem tudjuk, hogy mi a vége. Azt tudjuk, hogy bármi is a vége, Oroszország itt fog maradni. És megint mondom a példámat, a második század azzal indult, hogy Oroszországot, mint kommunista országot, Szovjet-Oroszországot, későbbi Szovjetuniót nem foglalták bele a Párizs környéki békékbe. Pedig a cári Oroszország 1,7 millió ember veszteséggel zárta a háborút. Ha nincs a németeknek keleti front, csak a nyugati frontra kell koncentrálniuk, megverik Franciaországot és Nagy-Britanniát. Ez alig van, ha történész, aki ne így gondolná. Vagyis akkor sikerült Szovjet-Oroszországot, Szovjetuniót kiszorítani a kontinensről, aztán 1941 után visszatért. Tehát a hosszú távú gondolkodást, a stratégiai gondolkodást, hogy 100 évre béke legyen, én azt hiányolom, és azért ebben nem csak az van benne, hogy európai szuverenitásról nem beszélhetünk, francia szuverenitásról se nagyon, németről meg pláne nem, mert hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol, nem csak erről van szó. Hol vannak az államférfiak, hol vannak a Metternichek, a Talleyrandok, hol vannak a nagyformátumú európai politikusok, én csak Orbán Viktort látom a pályán, mert Macron elnökbe belpolitikájával egyáltalán nem értek egyet, de ott még mintha lett volna, vagy lehetett volna helyzeti előny és potenciál, de ott se egy autonóm elnököt látok. Így meg, hogy az egyetlen európai nagyformátumú politikus, meg az egyetlen békepárti nagyformátumú európai politikus ugyanaz a személy, Orbán Viktor, így szerintem egy kicsit egyedül van. Hát reméljük azért ez a fajta látásmód, és ez a fajta realizmus azért elvezet oda, hogy valami fajta megoldást találjanak. Itt jegyzem meg, hogy egy újságíró kollégánkmal vitatkoztunk arról, aki nagy árulásnak és Münchent emlegetve és megalkuvást emlegetve idézte azt a hírt, hogy Donald Trump egy interjúban azt mondta, hogy ő megoldotta volna, megelőzte volna ezt a háborút azáltal, hogy valami fajta kompromisszumra kényszeríti Oroszországot, akár területi engedményeket is téve neki. És arról beszéltünk, hogy hát, hogyha történetesen ennek a mozzajló háborúnak az lesz a vége vagy felfüggesztése, hogy valami hasonló, hogy Oroszország területi előnyökhöz jutva leteszi a fegyvert vagy fegyverszünetet köt, akkor melyik elnöknek jobb a lelkiismerete, az előzője, aki ezt megtette volna egy háború nélkül, vagy a mostani, akinek a regnálása alatt egy több százezer áldozattal járó földult országgal, több mint 10 milliós menekült tömeggel való mérleget kell maga után hagyni. Ebben a kérdésben nem jutottunk egységre, de azt gondolom, hogy minden fél számára és mindenki számára az lenne a reménykeltő, hogyha valahogy eljutnánk erre a pontra. Nagyon köszönöm, hogy elmúlt több mint egy órában itt rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a kommentárban megjelent tanulmányodat és meg a kollégáidnak a munkáját, és mindenkinek ajánlom, tehát a folyóiratot olvasásra, aki szeretne a dolgoknak, ezeknek a folyamatoknak így a mélyébe látni. Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, akik nem tették, még esetleg megkérem, hogy iratkozzanak föl a Hetek YouTube csatornájára. Nagyon köszönjük, hogy közel 30 ezeren most már az elmúlt hónapokban csatlakoztak hozzánk, jelentkezünk minden nap hírekkel, elemzésekkel, összeállításokkal és interjúkkal is, és várunk téged is legközelebb is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
minden jót, és szép napot, szép hétvégét kívánok mindenkinek.